Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Igazából egy közös gondolkodásra hívnám föl a közönség figyelmét, mert ez a digitalizáció az oktatásban ez egy elképesztő közhely, már bizonyos szempontból a csapból is ez folyik. Úristen, úristen, mi lesz a gyerekkel, hiszen már hónapok óta a chatgpt vel iratja meg a házi feladatát és egyebek. Telerakjuk, hallunk a százezres notebook projektekről, az iskolák infrastruktúrális fejlesztéseiről, de valahogy úgy rendszerében hogy néz ki ez az egész, ott szerintem elég komoly a bizonytalanság. És miután ez a saját magunk, a gyerekeink, meg az ország jövője szempontjából egy meglehetősen érdekes történet, én úgy gondolom, hogy érdemes körüljárni egy picit, hogy mi történik itt, minek kéne történnie, valószínűleg mi fog történni. Valami olyan szerkezetben gondoltam, hogy végignézzük ezt az egészet, hogy beszélünk egy kicsit a dilemmákról, amik fölmerülnek az oktatás digitalizációjával kapcsolatban, megnézzük a nemzetközi és hazai környezetet és helyzetet. Beszélek egy picit a technológiáról, mert nyilván ez egy technológia orientált esemény, és a digitalizációnak azért nagyon erős, bár nem kizárólag technológiai alapjai vannak, és a és érintjük azokat a szakmai kérdéseket, a tanári-oktatói szerepek átalakulását az oktatásmódszertannal, és a tananyagfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket, illetve az értékeléssel és a visszajelzéssel kapcsolatos lehetőségeket, amik nagyon fontosak az oktatás szempontjából, és arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez az egész digitális oktatási környezet, ez... Ugyan első körben az jut az eszünkbe, hogy a gyerekeink meg a következő generációk életét formálja és határozza meg, de nem egészen igaz ez, hiszen olyan mértékben globalizálódik, illetve az egész életünkre az életünkre kiterjed az a fajta okulási kényszer, képzési kényszer, amit egyébként többek között pont a megváltozott és nagyon gyorsan változó technológiai környezet indukálta hatások miatt a követés érdekében meg kell tennünk, hogy ez valójában mindannyiunk számára napi kérdés és napi probléma. Hát Mi az elsődleges dilemma ezen a történeten, vagy ebben a történetben? Ezek a, az oktatásra használt különböző eszközök, top eszközök ábrája 2023-ban, most gondoljunk bele abba, 140 ezer magyar pedagógus vidéken dolgozó, közoktatásban dolgozó pedagógus vidéki részébe, akinek mondjuk ez az a pool, amiből választania lehet, képzett technológusoknak is probléma. ez. Mi, tehát, tehát mit kezdjünk ezzel az egésszel? Hogy találjunk utat ebben az erdőben? Hogyan? Hogy, tehát, 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 mi, mi, mi legyen itt? És ugye azt lehet megfigyelni, hogy ö, általában két inadekvát válasz szokott erre születni. Az egyik az, hogy mindenki csináljon azt, amit akar. A segítség nélkül. A másik meg az, hogy valaki valahol kiválaszt valami jónak tűnő vagy tetsző megoldást, és akkor globálisan legyen, ott, legyen az. Nyilvánvaló, hogy egy oktatási környezetben, ahol a, ahol a, az oktatottak szerepe, az egész tudásátadási folyamat, a, a, az oktatók, a tudásátadók attitűdje, képzettsége, lehetőségei, a környezet, a tudásszintek, ezek, ezek olyan mértékben variálnak, és egy olyan állapotteret rajzolnak körbe, ami rendkívül komplex. Nyilván a válaszok sem lehetnek teljes mértékben szimplák, ezért ez egy rendkívül nagy feladat, hogy ebben a komplex állapottérben, komplex technológiai stackben jó válaszokat találjunk a lehető legtöbb kérdésre és kihívásra. Mik ezek a kérdések, amik... amik föl tudnak merülni azokban a szereplőkben, adott esetben bennünk is, akik ebben a közetben mozognak, hogy hát mi a jó tartalom? Hogyan tudom kiválasztani a megfelelőt most akkor wikipédiázzunk? Ne wikipédiázzunk. Nyilván most nagyon egyszerűsítek, de remélem az analógiák nem, nem túlzók. Az adatok. <coughs> milyen adataim vannak? Egyáltalán tudom-e, hogy milyen adataim vannak? Hogy tudom ezeket felhasználni? Jogszerű -e ezeket felhasználni? Gondolok itt például hallgató értékelésre, a, majd beszélünk erről a lelmorzsolódás kutatásban fölmerülő különböző profilalkotási lehetőségekre. A pedagógiai kérdések, hogyan tudok kapcsolatban lenni a diákokkal, Felkelteni most a figyelmüket egy olyan világban, ahol a figyelmi fókusz 5 perces, és nagyjából audiovizuális tartalmakra korlátozódik, nyilván minden esetben, de sokszor. Hogyan tudok adekvát módszereket, kitanít meg engem a tudásátadás adekvát módszerei, hogyan tudom ezeket elsajátítani, hogyan tudom használni ezeket a digitális eszközrendszereket, és ö, ö, hát, hogy milyen technológiákban bízhatok meg egyáltalán, hova engedhetem előket, most ö, megint egy trivializálás, most akkor a TikTok jó, vagy nem jó, ö, és, ö, és ö, hogyan tudok ezekhez hozzáférni, hogyan tudom ezeket megtanulni, Mik a veszélyei? Ugye ez azért nagyon fontos, mert erről is majd ejtünk néhány szót, ha még lesz időnk. A gyermekeink vagy, a, vagy az oktatottak életének a jelentős része most már virtuális terekben zajlik. A Facebook nem tűnt el ért az igen, de, de mondjuk az in, vagy bizonyos szempontból de, a, de az Insta nem. Milyen környezetben működünk most? Mi az, amit itt a, kirajzolnak a nemzetközi trendek és, a, és a, a hazai fejlesztések? Az egyik az az, ami nyilvánvalóan egy közismert igazság, hogy az oktatás nagy, 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 nagy mértékű technicizálása folyik. Az oktatási, tudásátadási folyamatban egyre inkább beköltöznek a műszaki eszközök. Az egyszerűtől, az igen, bonyolultig, egyszerűre tértek mondjuk egy e, számítógépet, már amennyire ez egyszerű, vagy egy mobileszköz bonyolultig mondjuk meg egy e, generatív nyelvi modellt. Megjelentek digitális tananyagok egyre inkább, e, megjelentek virtuális oktatási környezetek, <kül> kollaborációs terek és egyebek. Egyre inkább teret próbál nyerni a személyre szabott oktatás, az egyéni tanulási utak és helyszínek biztosítása. Helyszínek alatt értem, ugye a távoktatást, ez is egy egyéni tanulási út. Én Johannesburgban ülök, te meg Budapesten ülsz. Egy, és ez például teljesen tipikus, hogy ez, ez ebben a forrában először a, a, a ráképzésekben és a felnőtt oktatásban nyert nagyon komoly terep. Ö, próbál újra utattörni a ö, nem szerettem azt, hogy alapú oktatás, mert ez egy ilyen faramuci fogalmi kör, de mondjuk azt, hogy a tanulás eredmény alapú megközelítés, és, ö, és ö, aki versenyben akar maradni, mert itt azért egy nagyon komoly verseny intézményi és egyéb területeken is észlehető verseny van, az adott alapú intézményes tudásmenedzsment, hogy minél hatékonyabb, minél gyorsabban reagáló, minél responszívabb intézmény lássak. Látjuk azt az Euróatlanti régióban és a, a, a fejlett keleten, hogy folyamatos kutatások zajlanak ezen a területen, és rengeteg módszertani próbálkozás van. Egyesek elhalnak, mások virágoznak, harmadészük átalakul, de van egy elég komoly módszertani elméleti púl, amiből lehet válogatni. Lát, lát, látván a technológia bizonyos típusú veszélyeit, minden ezzel foglalkozó szakanyagban erőteljesen megjelenik az el, el, elvilág az ember középpontba helyezése, az emberi értékek középpontba helyezése, más kérdés, hogy ennek a gyakorlati megvalósítás és megvalósíthatósága az egy sokkal homályosabb terület, és az is mindenhol teljesen egyértelmű, mondom, euró, Euróatlanti fejletkeleti, az ott is, egyébként a Brisk régióban is, hogy ez egy stratégiai fontosságként kezelt terület, tehát mindenki úgy foglalkozik ezzel, hogy a tudásipar az egy, bár ez egy csúnya szó, a tudásipar ez egy fontos terület, az ország, a környezet, a, a, a régió, vagy a, vagy a, vagy a föderáció működése szempontjából ez egy, ez, egy, ez egy elsődleges fontosságú dolog. Mi történik a technológiai részen? Ugye azért érdekes ez a dolog, mert, mert látjuk azt, hogy az a technológiai stack, amiben dolgozunk bármely területen egyébként, szerintem a technológiai stack az egyre bonyolultabb és bonyolultabb. E igen komoly erőforrás hiányjal küzdködünk szerintem szinte minden területen a tekintetben, hogy a teljes stacket átfogó megfelelő szintű hozzáértés tudás és szakembergárda legyen. Az oktatás is hasonlóképpen áll ebben a történetben úgy, hogy szintén egy nagyon komplex Technológiai világban mozog. Én három olyan dolgot emelnék ki, nyilván ennél van jóval több is, de háromat emelnék ki abból, hogy mi az, amivel az oktatás szempontjából, az oktatási tér szempontjából releváns és amivel mindenképpen foglalkoznunk kell, érdekes és érdemesre figyelni. Az egyik az az adott technológia. <kül> hihetetlen mennyiségű adatunk gyűlik föl az oktatási platformokon is, és ezeknek az adatoknak a a célszerű és okszerű felhasználása, az az oktatás rugalmassága és a különböző, majd a későbbiekben még vázolom, elsősorban az ilyen personalizált, személyre szabott oktatást támogató elemeknél elsődleges fontosságú, megfelelő minőségű és megfelelően használt adat nélkül ezeket egyszerűen nem lehet megcsinálni. Mesterséges intelligenciás fejlesztéseket is tudunk csinálni adat nélkül. Hát az adat technológia az egy kritikus fontosságú dolog, és óriási hozadéka van itt is. A a, a, a tudásátadás hatékonysága, illetve az intézménymenedzsment erőforrás optimalizáció szempontjából ez egy kritikus terület. Ezt ezért mondom, mert nagyon kevesen csináljuk. Magyarország ebből a szempontból roppant erőforrás hiányos. A közoktatásban, sem, a felsőoktatásban, meg bizonyos helyi kezdeményezéseken kívül is kevés ilyen kezdeményezés van. Annak ellenére, hogy vannak olyan nagy országos szakrendszereink, amik igen komoly adatvagyont tartalmaznak, és ráadásul az oktatás digitalizációval rengeteg olyan adatunk keletkezik még, akár egy e-learning keretrendszerben, például bárhol egy, egy kollaborációs térben, amit, amit a hallgatói viselkedés és a tudásátadás hatékonysága szempontjából föl tudunk használni. Ez egy fontos dolog. A másik, az a nyilvánvalóan szeretett barátunk a mesterséges intelligencia, aminek minden területen szerintem egy ilyen tehát a, a hype görbének most, a, most a, 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 a tetejénél tartunk szerintem a tekintetben. Én óriási technológiai potenciált látok ebben egyébként, de nem gondolom, hogy ez egy csodaszer. Ráadásul, hogy valami egészen közhelyes hasonlattal éljek, hát Harry Potter tudott ugyan varázsolni, de azt is hat évig kellett tanulnia az alkalmazásban, az alkalmazásban, az értő alkalmazásban még azért nagyon komoly hiányosságok vannak az oktatásban, de tó. Viszont hatalmas potenciája van, potenciája van adaptív tananyagok, responsív tanulási környezetek kialakítása, sőt, nem lehet nélkül -e valójában megcsinálni. Illetve a hallgatói életútnak egy olyan folyamatos támogatása, támogatása, támogatásának területén, ami azért nagyon fontos, mert a tömeges oktatásban egész egyszerűen nincsen arra elegendő emberi erőforrás, nem is lesz megfelelően képzett és megfelelő mennyiségű emberi erőforrás, hogy a, a gyerekeket, vagy a hívjakat, a, a hallgatókat, azokat valamilyen módon személyre szabva, a buktatókat, a, a, karrierív különböző kanyarjait folyamatosan támogatva kísérjük végig, azon az egyébként igen hosszú, hát évtizedes hosszúságú úton, ami elvezet minket a idézőjelben az eredményig. Ezt nem tudjuk megcsinálni ilyen jellegű rendszerek nélkül, viszont iszonyatosan fontos, mert különben a orosz borotválkozó automatát hozzuk létre, ami ugye nem feltétlenül szerencsés, ugye bár, hogy meg lehet vele borotválkozni a géppel, mindenkinek különböző formájú az arca először. Nyilván nem egy olyan oktatási rendszer szeretnénk kialakítani, ami, mindenkit így, így, valami egyen kockává forog. A harmadik egyébként, ami meg nagyon érdekes, és amiről most talán egy kicsit kevesebbet beszélünk, mert hát ott van velünk már 10 x éve, és ez egy természetes dolog, de a szociális hálózatok. A szociális hálózatoknak van két olyan aspektusa, ami ebből a szempontból nagyon fontos. Az egyik az, hogy megjelentek, megjelentek mint a tudás közvetítés új terepei. Tehát a, a, a a következő generációk egy jelentős része a saját alapvető tudását kiegészíteni, vagy megszerezni, nyelvtudást például ezeken a platformokon keresztül, önként és egyedül szerez be, ez részben jó, részben pedig az ellenőrz, ellenőrizetlensége miatt nem azt mondom, hogy aggályos, csak nehéz követni, hogy valójában mi történik. A másik pedig az, hogy ezeken a platformokon működik az oktatási szereplők, digitált vinje, párhuzamos életterek alakulnak ki, ahol szociális folyamatok zajlanak, jó és rossz dolgok egyaránt, barátságok köttetnek, és, 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 és zaklatások követődnek el, konfliktusok keletkeznek és oldódnak meg, szülői összeesküvések zajlanak a rossznak vélt tanárok ellen, úgy, hogy ezt az iskola adott esetben nem látja. Ezek megint csak olyan jellegű történtek, mint az oktatási folyamatot nagyon erősen behatárolják, technológiai keretük van, és igazából nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, mert, mert mert még nem találtuk ki azok az eszközöket, ezeket hogyan illesszük be azokba a keretekbe, amiket ismerünk és amiket megszoktunk. Ki fogok csúszni az időből, mert 25 percre terveztem, de mindegy. A, a, megpróbálunk kiemelni kettő fontosabb dolgot, illetve egy rövid konklúziót tenni. Rettentően megváltoztak az oktatási környezetben a digitális átalakulás kapcsán a szerepek a tudás átadásban egyre inkább egy ilyen, egyre inkább egy ilyen közvetítői, facilitátori szerepe van egy jó oktatónak. Az oktatási folyamatban a digitális eszközök mellérendelt rendelt szerepben jelennek meg. Egy jól használt generatív intelligencia az ismétlésben, a tudás felépítésében, kognitív képességek kialakításában, nyilvánvalóan humán facilitátori közvetítéssel, de de meg tud jelenni, mint szereplő, meg tud jelenni, mint erőforrás, mint aktor, és ez, ez nyilvánvalóan a, a, a tudásátadási folyamat, az oktatás, a közvetítői folyamatban a közvetítő szerepét és elvárt kép, képzettségét és képességét erőteljesen megváltoztatta. Annyira bonyolult egyébként ez az egész dolog, hogy egy csomó helyen, főleg a, 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 az Euróatlanti Közös felsőoktatás bizonyos elemeiben lehet találni olyan kiegészítő szerepkörök megjelenését, amik ilyen támogató szakértői szerepkörök, mert az a klasszikus oktatói gárda, aki az oktatási tevékenységet végzi, az igazából már, már nem bír a technológiai komplexitás bizonyos elemeivel, és szüksége van profikra ahhoz, hogy a munkáját hatékonyan tudja végezni. A, nyilvánvalóan rendkívüli módon változik az oktatásmódszertan. Itt már utaltam arra, hogy igen előtérbe került ez a responszív, személyre szabott tananyag és tanulási folyamat, és ezek a dolgok ezek mindenhol visszaköszönnek, hiszen elmondtam az előbb az oktatói szerepek megváltozásánál a személyre szabott oktatással kapcsolatos megváltozott oktatókra vonatkozó követelményeket, hát nyilván ez más oktatásmódszertant is igényel, ez másfajta kontentet, másfajta tananyagokat is igényel. Ez egy mes, amiben elég nehéz mozogni, és rengeteg olyan kérdés van, amit még valójában nem tudtunk tisztázni, mert ez még, ez még bőséggel kutatásokat igényel. Tananyag és az értékelés. Automatizált számonkérési technikákkal, személyre szabott értékeléssel lehet egyrészt az értékelési folyamatot rugalmasabbá és kevésbé ilyen falanszter jellegűvé tenni. Mások, másik, oldalon pedig az adatelemzéssel, a, a, menedzsment adat vizualizációs támogatásával tényleg nagyon komoly eredményeket lehet elérni, például a lemorzsolódás vagy a korai iskoláhagyás csökkentése érdekében. 30 másodpercben megpróbálom összefoglalni azt, mert lejárt az időm, hogy valójában mi az, amivel, amivel, amivel küzdünk az az. Látjuk, hogy úgy gondoljuk, hogy nincs királyút. Létre kell hozni helyesebben, hagyni kell élni azt, hogy mind Magyarországon, mind a régióban és a környezetünkben alakuljanak azok a műhelyek, kutatások, innovációk, amik a, a a digitalizálódó oktatás különböző területeit megpróbálják kezelni vagy előre mozdítani, hogy legyen egy ilyen leves vagy egy tó, amiben, amiben kellő mennyiségű halúszkál, és utána ebből lehet majd pecázgatni akkor, amikor egy adott területre, egy adott társadalmi szerepre, egy adott régióra keresünk valamiféle megoldásokat. És hát igen, erőteljes lépéseket kell tenni a. a a közvetlen oktatással foglalkozó szakembergárda képzése, és az oktatást támogató adott esetben technológiai réteg vagy technológiával foglalkozó szakemberek képzése és a tudás felhalmozása iránt. Ezen a területen még irgalmatlan mennyiségű tennivalónk van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.